Arena MOL legújabb vetélkedőjét, a Stílusjátszmát látjátok, melyben két anyalánya páros küzd meg egymással a fődíjért. Hogy melyiküknek sikerül a legjobb, legstílusosabb outfitet összeállítania, egy kíméletlen szakértői zsűri dönti majd el. Az ítészek nem mások, mint az Arena MOL marketing menedzsere Gedeon Éva, és hazánk egyik legismertebb divatbloggere és stylistja Olá Dóra. Lássuk, kik a mai versenyzőink. Kati és Orsi hamarosan egy szenzációs megmérettetés veszi kezdetét, amikor is bele kell szólnotok egymás öltözködési stílusába. Anya a hétköznapokban mennyire szól bele? Bárhová indulok, korrigál, javít, elmondja a véleményét, legyen az rossz vagy jó, úgyhogy mindig már az azért gondolom, segít. Hogy pozitív, persze, nem? Nyilván. Milyen az Orsi stílusa? Én úgy gondolom, hogy nem tudnám meghatározni pontosan, hogy egy stílus jegybe berakni. Egy ilyen kevert stílus, egy elegáns, klasszikus, egy igazi fiatalos lány. Mennyire látod benne magadat? Amikor te fiatalabb voltál, akkor mennyire öltöztél hasonlóan? Teljesen ugyanaz. Belenézek a tükörbe, sőt, hát hátulról, hogy a cipőjét leveszi, a ruháit, minden ugyanaz. Az anyukám összetéveszt vele, mindig azt mondja, hogy Katika, teljesen ugyanaz. Úgy érzem, nagyon nagy az összetartás, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy hogyan fogtok versenyezni. Most itt hagylak titeket pár percre, gondoljátok át a taktikátokat, aztán visszatérek és indulhat a verseny. Jól van, szia! Márti, Nóri, nagyon örülök, hogy jelentkeztetek erre a versenyre. Izgalommal várom, hogy hogy fogtok szerepelni. De először is meséljetek egy kicsit, mi a véleményetek egymás öltözködési stílusáról? Igazából a sportos öltözködést képviseljük. Laza, sportos, hétköznapi. Azért alkalmanként nagyon szeretem a kis csinos ruhácskámat is. Mire fogadjunk, hogy néha felveszi anyukád a ruháidat? Hát azért nem gyakori. Nem gyakori? Hát tényleg hasonlóak vagy. Nem, azért méretben van egy kis különbség. De nem, én nagyon szeretem a kis ruhácskát. Tehát, hogy te inkább ez a nőiesen sportos, igen, te pedig szeretem. Ez a lazán, vagányan. Igen. Most van még néhány percetek, hogy közös nevezőre jussatok és kicsit egymásra hangolódjatok. Hamarosan találkozunk, gondoljátok át, hogy hogyan fogtok versenyezni. Rendben, köszönjük! Kedves hölgyeim, ezennel kezdetét veszi az Arena MOL Stílusjátszma nevezetű versenye, amelyben 100-100 ezer forintot költhettek el egy szuper szónikus szetre, amit jelen pillanatban az anyukák fognak megálmodni lányaik részére. Van egy olyan feladatunk, amit mindenképpen szem előtt kell tartani, ez pedig életed buliára kell felöltözni, anyukád segítségével. Az, hogy ez a buli, ez gyakorlatilag lehet a tengerparton, lehet bármiféle elit jachton, vagy mondjuk a szigeten, ezt itt fogjátok eldönteni. Legyetek nagyon kreatívak, 45 perc múlva találkozunk, és véleményezni fogjuk a szetteket. Most pedig nem maradt más hátra, mint hogy átadjam az anyukáknak a borítékokat. Költsétek el jól, kreatívan, okosan, és indítom az órát. Most! Jó versenyzést! Figyelj csak, Sziron, arról lenne, hogy akkor a tengerparti bulira kéne hétvégén nézni valamit neked. Tengerparti partira? Uh-huh. De először is neked azt mondom, hogy napfény, napsütés, melegség, forróság, szerelem, esti fény. Én imádom, hogyha egy anya határozott, nem? Tehát rengeteget tud segíteni egy ilyen helyzetben, amikor mondjuk tényleg limitált idő áll a rendelkezésükre, hogy valami izgalmasat találjanak. Az biztos, csak ehhez kell egy lány is, aki szívesen fogadja a tanácsokat. Wow! Nem rossz, tetszik. Hát próbáljam meg, hogy nézzem. De szép. Ez mekkora meglepetés neked, Nóri. Láthatóan inkább a romantikus vonulat felé hajlik. Igen, őszinte meglepődést láthat az arcomon. Egyáltalán nem erre számítottam tőle. Vagy a sportos, vagy az extrémebb vonal, de hogy pont a romantikus. Ez jó, ez most elég divatos kis kék. Türkiszkék. A sárga, az gyönyörű. Gyönyörű a sárga. Színes ruhát, színes ruhát, nem? Igen, én is azt gondolom, hogy nem biztos, hogy ezen a területen kéne keresgélni, vagy legalábbis ebben a szekcióban. Now we're talking, it's
Ez még úgy csini, nem? Tetszetős lehet így... esetleg egy rövid, farmer nadrága. Szerinted? Mostanában divat is, nem? Hogy egy kicsit így lehetem a vállamat, kint van a váll. Nem tök jó. Na, akkor legyen még ő. Szerintem a farmer az alapvetően egy jó opció, csak nem biztos, hogy erre a bulira elegendő, nem? Igen, ez inkább nekem fesztiválos, mint mondjuk életem Gatsby bulija. És csak azt az öves, egy kicsit olyan tengerpartinak tűnik. Ez. Én tengerészes. Jó. Szerintem ezek megvannak az alapdolgok, akkor... Én addig öltözök, és keres hozzá még kiegészítőket. Milyen ügyesen osztják be az időt, nem? Tehát, hogy abszolút praktikusan vásárolnak, amíg a lány öltözködik, addig anya folyamatosan shoppingol. Igen, maximálisan működik a time management, szerintem is. Hát olyan érdekes, figyelj, hogy egy kicsit itt az egyik oldal ilyen pánt, és a másik oldalra fodrós, ruhás. Azért én már próbálnám. Na jó, a te kedvedél, de csak a te kedvedél. Nézzük meg, megnézzük. Csak hogy mégis hogy áll. Jó. Oké. Okay. Rendben, de aztán most már szerintem készülődünk kéne, úgyhogy nézzük meg a próbafülkét. This is how we do, yeah, chillin' back streets, yeah, we do it like that. This is how we do, do. Szerinted elegendő ez a sortos összeállítás egy ilyen óriási, gigantikus bulira? Ez még továbbra is fesztivál hangulat, meg nyári, lazább, bár bevallom őszintén, hogy szerintem nagyon jól áll neki, nekem ez kifejezetten tetszik. Na? Pont erre gondoltam. Ez tetszik. És csak találtam hozzá egy zakót. Nagyon nőies lenne, és ezt estére felveszed. Mindenfelszel. Azt gondolom, hogy ezek kekik szoknyát szinte teljesen elvitte a szafari irányba a dolgot. Na most már csak egy jó cipőt kellene választani hozzá. Egy szafari stílushoz? Nézzük meg. Jó. Milyen? Jó, most vedd le, vedd le fel. Ezt nézd. Erre segítek, megfogom. Ez az, amire gondoltam. Csinos, magány, piros. Nyári, fodros, én. Piros ruha, végre, ezt nagyon vártam. Stílusos, finom, nagyon sokfelé el lehet vinni ezt a ruhát, nem? Tehát, hogy ilyen bármilyen kiegészítővel egészen máshogy festhet. Igen, ugyanakkor vigyázni kell szerintem, hogy mik konkrétan azok a kiegészítők, mert akkor nagyon borulhat az egyensúly, meg elmehetünk kicsit a divat majomkodás irányába, úgyhogy szerintem óvatosan ezzel a különleges ruhával, de tényleg egy bátor és ezáltal dicsérendő választás. Cipő? Elég hosszú akkor. Cipő, azt még kell, az feltétlen kell egy cipő nekünk, meg kiegészítő, ez az, úgyhogy szerintem megvan. Osi, akkor azt kell megnézni, hogy zöld a szoknya, fehér a blúz, sárga a zakó, ami hozzáillik. Legyen magas sarkú. Magas sarkú, oké. Okay. Mi az a cipő, amit így elsőre mondanál, hogy na ez tuti becutó lesz? Hát én barnára gondolnék, valami háncstalpú esetleg, égtalpú is hát lehet. Ezek a vicces papucsok nem jöhetnek szóba? Ezek a félig nyitott papuccipők? Igen. Szerintem itt most nála nem fog szóba jönni. Itt vannak a cipők, illetve a szandálok szerintem. Hát kék a farmer, van benne piros, kék, zöld. Én jobban húzok a kék felé. Most ehhez választanak egy gumi cipőt. Igen, hát nálam is erős, de nem feltétlenül jó értelemben véve. Nézd ide! Ez nem rossz, van két színben, de nekünk inkább ez barna, ez a jó. És erről a fonott jellegű fűzős blokksapú szandáról mi a véleményed? Kicsit olyan old school, nem? Igen, pont ezt akartam én is mondani, hogy azért ez egy megosztó darab, tehát ez megint nagyon erős ízlés, jó ízlés kell. Mindenképpen az fontos, hogy elkerüljék vele az ilyen nagymamás retrós összhatást. Csodás! Na, és nagyon kényelmes. Tényleg. Jó, gyorsan megveszünk. Jó, gyorsan menjünk, 5 perc van. Sajnos nincs 9-esünk, de elrakadtak nemrégen egy 39-es kettő színből. Nem tudom, mert nem jöttek azóta, érte, ha gondoljátok, és már esetleg nem tudom, hogy szeretitek, akkor ezt oda tudjuk adni. Csak színbe az nem. Megnézhetem a ruhát? Nem tudom. Sötétkék helyett zöld.
Erről mi a véleményed? Én inkább a pirosat választottam volna, ha már gumipapucs. Igazából, ha benne van a ruha színében ez az árnyalat is, akkor tud vele működni. Tökéletes anya. Engem meggyőzött. Jó, akkor ez lesz. Jó, akkor köszönöm szépen. Wow, fantasztikusan néztek ki. Mennyire érzitek sajátotoknak ezt a ruhát, amit végül kaptatok, meg ezt az öltözéket? Tökéletesen. A magas sarkukat egyszerűen imádom. Egy hasonló kalapot szerettem volna mindenképpen beszerezni, úgyhogy ez egy tökéletes szett. Egymásnak teszetek? Nagyon csinos. Ezt is felvenném. Nekem nagyon tetszik ez a ruha. Imádom ezt a versenyhangulatot. Úgyhogy ha már versenyhangulat, menjünk fel és kérdezzük meg a zsűri véleményét, jó? Kedves zsűri, meghoztam a gyönyörű versenyzőinket, nagyon kíváncsiak vagyunk a véleményetekre. El kell, hogy mondjam, hogy nagyon örülök neki, hogy megint mai napon is két ennyire jó párossal találkoztunk. Ennél a versenynél el kell, hogy mondjam, hogy lehet, hogy az anyukákban dolgozott egy kicsit az, hogy konzervatívan próbálták felöltöztetni a lányaikat, pedig a téma az volt, hogy álmaink partijára kell elkészülni. Ennek ellenére mi azért meghoztuk a döntést, viszont szeretném még, hogy Dóri egy kicsit szakmai szemmel is beszéljen nektek arról, hogy mi alapján történt ez. Én most kénytelen vagyok egy kis negatív kritikát is mondani, ugyanis nekem egyiknél sincs annyira nagyon partis hangulatom. Szóval én nagyon vártam a flittereket, a bőrdzseki kis estélyi kombinációt, a kis feketét, ami tudom, hogy nem olyan látványos, de például egy jó kis cutout vagy csipkés változatot választottatok volna, akkor az állati jól tudott volna kinézni, ráadásul a cipőknél is aztán pláne el lehet ilyenkor engedni az embernek a fantáziáját. Úgyhogy nekem ez az egy, ez mind a kettőtök részéről, ami így ellene szól, viszont alapvetően meg nagyon egyben van mind a két szerelés. Izgatottan várjuk, hogy hogyan döntöttetek végül, és hogy milyen nyeremény. A nyertes páros az megtarthatja a rajta lévő szettet, a második helyezett pedig egy vagabond cipővel és egy talibai utalvánnyal, valamint egy inlott kezdő palettával gazdagodhat. Úgyhogy szeretném kihirdetni a nyertest, aki Kati és Orsi, és gratulálok nektek nagyon. Köszönjük szépen!